basszunk oda! Na basszunk oda! Végre itt a Deadpool és Rozsomák új előzetese, amely tele van izgalmas easter egg-gel és Marvel utalásokkal. Pláne úgy, hogy nagyon sokat kellett arra várnunk, hogy végre Deadpool és Rozsomák közös filmben szerepeljen. Az új és hosszabb előzetesben poénokból egyáltalán nincs hiány, de akcióból és látványból is kapunk bőven, hiszen főhőseink odabasznak rendesen. Végre a történetről is kapunk bőven információkat, és már az első képsorokból jól levehető, hogy bizony Deadpool és Rozsomák kapcsolata nagyon nem jól kezdődik, akkor csapjunk is bele, és nézzük, hogy miket tartogat számunkra az új tréler. Már az első előzetesben is jó néhány forgatási fotón is látható volt a rommázúzott 20th Century Fox logója, legalábbis annak maradványai. Kifigurázásból jeles, hiszen utalnak arra 2019-es Disney-s felvásárlásra, és a logó romjai nyilván az X-Men franchise végét jelképezik, amikor még ugye a Foxhoz tartoztak ezek a filmek. 2019-ben készült el az utolsó X-Men film, a Fox égisze alatt, és ugye ez volt a Sötét Főnix. De most, hogy az X-Men a Disneyhez tartozik, és a jogok visszakerültek a Marvel stúdióhoz, remélhetőleg egy új korszak van készülőben. Főhőseink sétálgatnak lassított jelenetben, és bizony egy Lifes Just Fit nevű bolt előtt sétálnak el, ami bizony egy vicces utalás a Deadpool alkotójára, Rob Liefeldre, aki közismerten nagyon furcsa lábakat rajzolt az évek során a képregényekben. Gyakran érdekes arányú Liefeld lábak a művészetének egyik ismertetőjévé vált. Minden bizonnyal ez az egyik legnagyobb tisztelgés a Deadpool alkotója előtt, ami már egyébként korábban is előfordult Deadpool filmekben, mármint utalás. Eddig még csak ugyan képeken, de végre az előzetesben is megjelent Logan teljes jelmeze, és nagyon úgy néz ki, hogy a ruhája ujjai végül letépésre kerülnek, esetleg a levágott, majd visszanővő karjai miatt, bár ez csak spekuláció, de minden esetre az újatlan megjelenés még inkább képregény hűvé teszi Rozsomák élőszereplés jelmezét, még az is elképzelhető, hogy Rozsomák bizony fel fogja venni a klasszikus maszkot az új filmben. Kiderült, ki lesz a gonosz a filmben. A Korona című sorozatból ismert Emma Corrin által alakított Cassandra Nova lesz, aki úgy tűnik, hogy a Void néven ismert pusztaság vagy üresség uralkodója, és minden bizonnyal ez a helyszín nagy szerepet fog játszani a film cselekményében. A képregényekben egyébként Cassandra Nova egy mumudrai, egy élősködő létforma, aki Charles Xavier professzor ideológiájának sötét árnyéka, és lemásolta a DNS-ét, és ezzel testet teremtett magának, így váltak ikertestvérékké. Egyébként a mutánsok mészárlásáról vált hírhetté, és úgy tudom, hogy ezt az eseményt nemrég az X-Men 97 című sorozatban, animációs sorozatban is feldolgozták. A sötét erőkből sem lesz hiány ebben a filmben, az már biztos, ugyanis jön Alios, a Loki sorozatból megismert tér és idő felett álló szörnyeteg, aki a Void, vagy pusztaság őre. Úgy tűnik, ő lesz az egyik főakadály, akit a mutáns duónak le kell győznie, de az már a Loki sorozatból is kiderült, hogy bizony előle nincs menekvés. Elképesztően komor easterekként szolgál Scott Lang óriás koponyája és maradványai. Ez a leleplezés megerősíti, hogy bizony a Marvel multiverzumban bármi megtörténhet, és úgy tűnik, hogy hangya egy változatát kinyírták, vagy csupán csak arról van szó, hogy ez a kvantumánia hagyatéka, ami leszerepelt rendesen. Ez mindenképp sötét sors ennek a hangya változatnak, és reméljük, hogy kiderül, hogy mi is történt valójában. Illetve ismerős mutáns arcok fognak előkerülni, akik bizony jól megbolygathatják majd itt a szálakat. Néhány másodpercre láthatunk egy Mad Max stílusú autós motoros konvojt, ahol feltűnik vörös koponya autója is. A karakter még a 2011-es Amerika kapitány az első bosszúállóban mutatkozott be a nagyvásznon, és ott láthattuk az autóját is. Most viszont, ahogy látjátok, megváltoztatták az autót. A klasszikus X-Men trilógia gonosz tevője, Piro, még az első előzetesben tűnt fel, és valószínűleg ő nyúlhatta le vörös koponya autóját. Ez legalább megmagyarázná az új fényezést és a díszítést a lángokkal. Viszont ha jobban megfigyeljük, a motorház tetején nem Hydra motivum van, hanem egy Tony Stark vasemberfej, ami, ha jobban belegondolunk, az MCU gyökereihez, a vasemberhez vezet vissza. De vajon ez mit jelent? Tony Stark egy alternatív változat a Hydrával dolgozik? Vajon az autó egy vasember variánsé, vagy magáé vasemberé?
Ez egy nagyon izgalmas Marvel utalás, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mit fognak kihozni. Ryan Reynolds már korábban is utalt arra, hogy Deadpoolnak több variánsa is megjelenik a filmben. Most végre hivatalosan is bemutatkozik a képernyőn Dogpool, amint védarcát nyalogatja, miközben Logan undorodva nézi őket. Ez egy imádni való jelenet. Dogpoolnak mindenképp megvan a maga bája a kis piros-fekete ruciban. Ahogy az első előzetesben is felbukkant Hulk ágyára hasonlító tárgy, ez a mostaniban is megtörtént, és egyre biztosabb, hogy ez az az ágy, amit a Thor Ragnarökben láthattunk, ami most az óriás hangya koponyájában lelhető fel. Érdemes megjegyezni, hogy az idei CinemaConon bemutattak egy exkluzív 9 perces részletet a filmből, nyilván szigorú biztonsági feltételekhez kötötték, így csak a rajongói beszámolókból értesülhetett az internet népe, ami szerint Deadpool valóban beilleszkedett egy másik Thor jelenetbe, hozzá Thor sötét világból. Thor viszont a haldokló Loki helyett egy haldokló Deadpoolt tart a karjaiban. Hát a rajongóknak több sem kellett, és egyből összefotoshoppolták az elképzelt jelenetet. Kíváncsi leszek rá, hogy ez a filmben hogy fog megjelenni. Az előzetes végén jól látni, hogy Deadpool és rozsomák egy mágikus portálon ugranak át. Pontosabban ez ugyanaz a dimenziókapu, amelyet eddig Doctor Strange és Wong nyitogatott az MCU-ban. Bár nem tudni, hogy ki nyitotta meg a portált, de ha jobban megnézzük az előzetest, akkor a háttérben ott van Cassandra Nova. És lehet, hogy ez az ő műve, de az is előfordulhat, hogy olyan valaki fog felbukkanni, aki tud bánni a mágiával, és nagy meglepetést okozhat. Minden esetre ez egy nagyon érdekes jelenet, mert akár még ez a film vége is lehet, és utalhat arra, hogy itt lesz folytatás, vagy bármi, tehát túl sok ötletem van, és ezt elmondani így nagyon hosszú lenne. De az már biztos, hogy én nagyon várom a júliusi mozipremiért, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok ezekről az utalásokról. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek mire számíthatunk. Deadpool és rozsomák. Kész egy kis kokain? Hé, hey, a kokain az egyetlen dolog, amit Feige szigorúan megtiltott. És kolumbiai varázsszert. Ismerik a szlenget, listájuk van róla. A koks is rajta van? A diszkópor is. Na és a fehér hölgy? A poros kóla is. Csak egy icipici hóker. Kéne? De nem lehet! Júliusban a mozikban.